Itt van a digitális kijelző, amiről beszéltem. Az új elektromos kerékpárokat mutatja a sajtóképviselőinek Szabó Péter polgármester. Kettő érkezett egyenlőre, melyet a Paksi Hivatal dolgozói tesztelnek munkaidőben. Használatuk igen egyszerű, elektromos rásegítéssel hajthatók. Ezek a kerékpárok egyébként olyan 25-30 km per óra a maximális sebességük, és körülbelül 80 km tudnak megtenni egy egyszeri feltöltéssel. Digitális kijelzővel is rendelkeznek, amely mutatja a sebességet, a töltöttségi szintet, és hogy még hány kilométert tudnak megtenni vele. A paksi lakosok ingyen használhatják majd ezeket a kerékpárokat, ha letöltenek egy mobil applikációt a telefonjukra. A Duna Hotel melletti parkolóban egy kombinált elektromos töltő már kiépítésre került, mely elektromos autók és elektromos kerékpárok egyidejű töltését teszi lehetővé. A tervek szerint a töltőállomásra 5 elektromos kerékpár kerül kihelyezésre hamarosan. A város több központi helyén is lesznek elektromos töltőállomások. Pakson paci névre keresztelték az elektromos kerékpárhálózatot, melynek kiépítése folyamatban van. Ezzel a fenntartható városi közlekedést próbálják népszerűsíteni az atomvárosban.